közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van. Az az a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Róma 10.8. A hit világa. A legnagyobb dolog, ami történhet veled az, hogy belépsz a hit azon világába, Amiről most szó van. A gondolkozásod, vagyis az elméd, valamint a fizikai érzékszerveid minden egyes lépésednél kardoskodni fognak. Küzdeni fognak azért, hogy távol tartsanak ettől a világtól. Ha a természetes elmédet nem, vagy csak részben újítottad meg az igével, akkor az a fizikai világ szintjén igyekszik majd tartani téged. Létezik azonban egy szellemi világ, ahová be lehet lépni, ahol másképp gondolkodik, és másképp beszél az ember, mint az előtt. A helytelen gondolkodás, a helytelen hit és a helytelen megvallás győz le bennünket, a helyes gondolkodás, a helyes hit és a helyes megvallás azonban sikerre visz. Azért beszélhet valaki helytelen módon, mert helytelen a hite. És azért lehet helytelen a hite, mert helytelen a gondolkodása. Ez a három összekapcsolódik. Azért teheti valaki a helyes megvallásokat, mert helyes a hite. És azért helyes a hite, mert helyes a gondolkodása. A gondolkodása pedig azért helyes, mert összhangban áll Isten igéjével. Vagy azért helytelen, mert nem áll összhangban azzal, merj Isten gondolataival gondolkodni. Megvallás. Eldöntöm. Hogy úgy gondolkodom mint Isten. Kutatom Isten igéjét, hogy rátaláljak, mit mond rólam és a körülményeimről. Azután alkalmazom az igét az életemre. Gondolkodom rajta, hiszek benne, és kimondom a számmal.